Sziasztok! Szeretettel üdvözöllek benneteket az előadásomon, itt a Biohacker Life Summit online konferencián, ahol egy érdekes előadással készültem, legalábbis szerintem. A kvantumbiológia tudományáról fogok beszélni, valamint arról, hogy az emberi test hogyan kapcsolódik a környezettel, a természettel. Beszélnék kicsit arról, hogyan kapcsolódok én ehhez a témához. Több mint 20 évig kenus versenysportoló voltam, emellett nagyon érdekelnek a természettudományok. Az egyetemen egészségvédelmi szakirányos biomérnökként végeztem, ám utána is egy jó 10 évig folyamatosan kutattam, kerestem az emberi anyagcsere rejtelmeit, hogy mélyebben megértsem a teljesítményfokozás vagy az egészség szempontjából, és rengeteg érdekes anyagra, tudományos kutatásra, könyvre találtam. Úgyhogy ne is menjünk messzire. Az egyik nagy kutató, aki nagy hatással volt rám, a Szentgyörgyi Albert, és szeretném bemutatni egy másik oldaláról is, nem csak a C-vitamin fűződik az ő nevéhez, hanem ha úgy tetszik, a kvantumbiológia vagy a biofizika egyik úttörő kutatója. Miért érdemes kvantumbiológiáról beszélni, minek ennyire bonyolítani a dolgokat? Az alaposan megértés érdekében, ugyanis utóbbi egy-két évtizedben elindult egyfajta egészséges életmód, szemlélet. Ugye rengeteg könyv, cikk, internetes anyag jelent meg a témában, sok ember vállalta fel szerepet, hogy terjeszti ezeket a ismereteket, és én azt látom, hogy megállnak egy bizonyos szinten, biokémiás szinten, úgy mondom. Biokémia is egy elég tág és bonyolult tudomány, ám szerintem nem ad mindenre magyarázatot, és ezért szerintem érdemes mélyebbre is ásni, és sokan úgy gondolják, hogy az ember ez egy zárt gépezet, amire nincs nagy hatással a környezet, hanem csak úgy teszi a dolgát magától. És azt is látom, hogy túl nagy fókusz van a táplálkozásra, vitaminszedésre, ami önmagában nem lenne baj, mert ez is egy fontos része a dolgoknak, és fontos területe az egészséges életmódnak, mert ez is csak egy faktor a több közül, és még az is lehet, hogy nem a legfontosabb, erről is fogok beszélni az előadás során, és szeretnék eloszlatni egy ilyen tévhitet, hogy a napozás az káros, bőrrákot okoz, stb. És sokan télen bezárkóznak a négy fal közé, mondván télen nincs nap, szürke az ég, hideg van, és kihagyják teljesen, vagy nagyon leminimalizálják ezt a természetes napfény bevitelt téli hónapokban. Erről fogok beszélni, hogy mégiscsak kapunk napfényt, és milyen alternatívák léteznek még, hogy átvészeljük egész jó egészséggel a téli hónapokat. Valamint beszélni fogok a természetes mozgásokról is, összehasonlítva a modern fitness irányzatokkal és élsporttal. Gondolom, ez is egy fontos része, ha már természetes életmódról beszélünk. Hát hogyan is néz ki ez a modern világ, amiben élünk, összehasonlítva például a természeti népek életével. Az ember idő után annyira megokosodott, hogy képessé vált megváltoztatni a környezetét a saját kényelme érdekében. Ugye, ha bemegyünk a boltba, akkor az élelmiszerek, én úgy mondanám, hogy ételnek látszó tárgyak 60-80% az ilyen finomított, feldolgozott élelmiszer. Nem biztos, hogy ez az optimális szervezetünk számára. Aztán igencsak eltávolodtunk a mozgási szokásainktól is. A természeti népek rengeteget sétálnak, jönnek, mennek, tesznek, vesznek a ház körül, vadásznak, gyűjtögetnek. Ezt képest a modern ember sokszor órákat ül egy helyben,
munkahelyén, vagy tömegközlekedésen, autóban, és ha még el is jár edzeni, az se feltétlenül elég változatos, amire képes lenne a teste. És akkor egy nagy témakör a fény, fénybiológia, ugye természetes körülmények között sokkal több napfény kapnánk, mint a benti élettel és a ruházkodással. Ez is egy fontos faktor a biológiánk számára, és a mesterséges világításokkal tulajdonképpen egy idegen bolygót teremtettünk, tehát nem a természetes napfényt kapjuk nagy részt, hanem mesterséges napokat nézünk, és ezek nem egészen ugyanazt adják, és vannak káros mellékhatásai is. Ha megnézzük a napfény spektrumát, a színeket, akkor láthatunk egy ilyen szép eloszlást, és fogunk egy ollót, megnyírbáljuk egy kicsit, akkor megkapjuk a modern mesterséges izzókat, világító testeket, LED, fluoreszcens, stb. Tehát ez egyik sem tudja ugyanazt adni, mint a napfény, sőt, káros is olyan szempontból, hogy túl magas a kékfény csúcs egyes ledekben, vagy fluoreszcens lámpákban főleg, és ez nagy mértékben csökkentheti a melatonin, tehát ezért nem jó este képernyőt bámulni, vagy nagyon fehér fényeket alkalmazni. Még viszonylag elmegy a régi hagyományos wolfram szárazsízó, ahol minimális a kék fény, és viszonylag sok vörös, infravörös fény is van a wolfram szál ízlásából követnek köszönhetően. Ez egy barátságosabb fényforrás, ám még jobb a gyertya, vagy a vörös fény, ami itt is megy nálam, ez is egy wolfram szálas izzó, csak vörös burkolattal. És ez nem befolyásolja, vagy csak nagyon minimálisan az esti melatonin termelést. Tehát az esti órákban érdemes lenne jobb világításokat alkalmazni, ha használjuk a telefont vagy a számítógépet, a kékfényszűrő szoftvereket telepíteni, vagy ilyen kékfényszűrő szemüveget viselni, ami kiszűri kék frekvenciát, és azáltal jobb lesz az alvásunk.